Egyes elméletek szerint a szülés olyan, vagy a születés olyan traumát tud okozni a csecsemőnek, hogy utána ezt egész életére esetleg tovább viheti. Erről beszélgetünk most dr. Timmermann Gábor szülésznőgyógyásza. Nem tudom egyébként ennek mekkora valóság alapja van, de ma az ezotéria világában, aki ezzel foglalkozik, szoktak például ilyeneket csinálni, hogy visszaviszik a születés pillanatára alfában az illetőt, hogy mondja meg, hogy akkor mi történt vele, és ebből kiderítenek valami olyan problémát esetleg, amit mondjuk felnőtt korában nem tud feldolgozni. Létezik ez a dolog? Tehát ennek van valóság alapja? Létezik, viszont az, hogy mennyi a valóság alapja, ez egy kicsit hitkérdése is, hiszen nagyon nehéz konkrét bizonyítékokat szerezni arról, hogy amiket ott látnak ebben a regresszióban ezek a páciensek, ezek csak az ő korábbi élete, illetve az korábbi tudatos tapasztalatainak a kivetülései, vagy pedig tényleg konkrét emlékek. Doktor, akkor beszéljen orvosi szemszögből, ugye egy csecsemő megszületik. Nem igen. Lát, nem, most idézőjelben, hogy mi az, amit egy csecsemő érzékel, mi az, ami az ő tudatában benne maradhat, mert elvileg azt szoktuk mondani, hogy semmi, mivel az emlékező képessége akkor ugye nincs meg egy csecsemőnek. Biztos, hogy van valamilyen memóriája, hiszen tanul, már onnantól kezdve tanul az újszülött, hogy megszületik, sőt, hát valószínűleg már méhen belül is. Az valószínűleg, vagy elemi, biztos? Biztos, hogy tanul, hát képesek tanulni, hát már gyakorlatilag az édesanyjuk hangját, az édesanyjuknak az arcát már pár napos korukban. Sőt, képesek fölismerni. Dalokat, versikéket. Biztos vagyok benne, hogy képes tanulni, és van memóriája. Az, hogy ez mit tárol ez a memória, erről viták vannak, hiszen az az úgynevezett kognitív memória, ami arra képes, hogy a bejövő ingereket utána gondolatokká, szavakká tudja alakítani, és az ember úgy gondolkodja, mint aztán később, amikor már megtanult beszélni, az még valószínűleg fejletlen és nincs meg. Minimálisan nem biztos, hogy megvan. Nem lehet az, hogy összefüggő azzal a fajta gondolat, amit mondjuk anyáknál, vagy emlékező képességgel, hogy megéri a szülést, aztán eltelik másfél-két év, és utána szívesen szülne újra, de másnap biztosan nem. Tehát lehet, hogy a csecsemőnek is van egy idő után. Igen, tehát kvázi elmúlik, nem emlékszik arra az érzésre, ami mondjuk negatív lehetne ahhoz, hogy ő újra mondjuk... Hogy újra szülessen? Újra szüljön. Igen, az anyukáknál úgy néz ki, hogy az oxitocin hormon az, ami ennek a felelőse. Azt figyelték meg, hogy az oxitocin hormon, ugye rengeteg szabadul fel a szülés közben, rontja a rövid távú memóriát. Tehát nem vésődnek be azok a rossz emlékek, azok a rossz érzések, vagy akár maga a fájdalom. Hogy találta ezt a természet? Látod, igen, nem, ez így nem, van. Nem csak engeddel por van, vagy nem oxitocint kell egy kicsit megemelni nálad. Na most, ha elképzeljük, hogy egy magzat mit él meg az anyukája hasában, amikor még nyugalomban van, hát én azt szoktam viccesen mondani, hogy all inclusive, tehát 36 fokos termálvíz beúszik egész nap, kaja van, levegőt se kell venni, zéró felelősség, semmi dolga nincsen, az tény, hogy unatkozhatod bent, azért sok dolga nincsen, de egyébként lebeg a magzatvízben, és nincsen semmi dolga. Ehhez képest, amikor elindul a szülés folyamata, elfolyik a magzatvíz, jönnek a jó erős fájások, azért ezek a mély összehúzódások, ez ilyen egy-másfél atmoszféra nyomásod bent a méhüregben, ezt lehet, hogy akár több órán, vagy akár egy fél napon keresztül, vagy akár egy napon keresztül is a magzat 3-4 percenként érzi ezeket az összehúzódásokat, és ő nyomódik ki, préselődik ki a szülőcsatornán. Ez néha olyan nagy erőhatás, hogy a kis feje is átformálódik a születése idejére. Akkor derül ki, hogy az élet nem fokos tolta. Majd megszületik, ezen a... Üvös van, hideg van? Igen. Onnan, hogy megszületik, és a köldökzsinórban az áramlás megszűnik, mert ellátják a köldökzsinórt, vagy ugye az első néhány perc, vagy leválik a lepény, az történik, hogy felszaporodik a széndioxid a vérében, és egy belégzési ingert vált ki. Ezt nevezhetjük úgy, hogy fuldoklik az első percében, miután megszületik. És amikor felsír a magzat, igazából az első légvétele onnan átáll a keringése a méhen kívül életre. Na most ez egy norm, ja, persze kint rögtön hideg van, fény van, nincsen. Csap alá is teszik. Csap alá is beteszik, ledörgölik, zajok vannak, minden. Tehát azért ez mindenkinek egy normál szülés esetén is trauma. Most itt az a kérdés, hogy amikor ezeket a regressziókat hozzánk be, hogy mi a helyzet azokkal a szülésekkel, ahol valami komplikáció van, vákumozzák. A magzat már bent a méhen belül is fuldoklik, hiszen oxigénhiányba kerülhet, vagy egy törés alakul ki. Néha van, hogy az újszülötteknél eltörik mondjuk a kulcscsontja a magzatnak. Azért ezek nagyon komoly fájdalmak, amiket átélhet a magzat. Tehát ezekről a traumákról kérdeznek, illetve próbálnak visszatekinteni, hogy vajon ott mit élhetett meg. Van, hogy elválasztják az anyukájától, nincs meg az első kontaktusa az anyukájával.
én is sem emlékszem mindenre, csak mondjuk a második másodperctől. Nagyon remélem, hogy, mindenki, minden csecsemő így van vele, és amiről most beszélgettünk, az igazából csak egy feltételezés. És... Igen, feltételezés, biztos vagyok benne, hogy sok minden a tudatalattinkban benne van. Az, hogy mennyire hozhatok vissza, ez viszont kérdéses, vitatott, nem teljesen bizonyított. No.